Új utakon az EFI, most is a kerékpárokat vették elő a szervezők és a közel 200 sportolni vágyó. Indulás az egészségház elől, szépen liba sorban a cukorgyár irányába haladt a konvoj. A Ráckeresztúr pár kilométeres táv hamar megvolt, innen egy lendülettel Martonvásárt, cirka 14 kilométernél járunk. Itt lehetett egy picit szusszanni, mivel voltak új csatlakozók és regisztrálók. Martontól már nem kellett közúton haladni, az egyeki végcélig kitűnő minőségű kerékpárút állt rendelkezésre, néhány dombos emelkedő és lejtő, a rekkenő hőség picit nehezítette a túrát. Ez nem is annyira volt zavaró, mint inkább az útra felhordott murva, erre érdemes volt figyelni kicsit. Néhány órás túra volt mindössze, hogy az egyeki Korda filmstúdióhoz eljussunk. Nagyon impozáns a látvány, mind a bejárat, mind pedig a mindenfelé megépített filmes díszletek. Itt van egy például, amit mindenki felismer nyilván. Odabent a filmgyártás folyamatain lehetett végigmenni némi idegenvezetéssel, sőt, bele is lehetett csöppenni az alkotók szerepébe egy röpke fél órára. Így mindenki a saját filmjét forgatta. Ilyen te megfordulsz és megkérdezed, hogy hát ki vagy? Előre sétálsz. Én vigyáztam rá, kalandos utadon. Én vigyáztam rá, kalandos utadon. Varázsló égnek emeli botját, és fényvillanás. Ezt kellene eljátszani akkor. Csak a kettő. Akkor van itt valaki? Hát te ki vagy? Én vigyáztam rád, kalandos utagon. Speciális effekt. Vissza. Hányan vagyok? Csapó, négy. Hát te ki vagy? Én vigyáztam rád, kalandos utagon. És ennyi volt. Jó sikerülhetett a munka, mert az egész stáb Oscart kapott, a filmet majd karácsony környékén tűzik műsorukra a mozik, ha és amennyiben. Semmi nem az, aminek látszik, hallhattuk, különböző korok, különböző tájak és kultúrák díszletei, volt mit nézni, és lehetett pózolni, kattogtak is a fényképezőgépek. Itt például a Kolosseum mellett haladunk éppen. Nem sokára kikeveredtünk a filmes kanzemből, egy közös csoportkép és ismét lóra, és indulás vissza a járt úton, a borvidéken a szőlőültetvények között. Cirka 70 kilométer volt, jól teljesíthető táv, jó időben, jó hangulatú társasággal. Folytatás következik, keressük továbbra is a bringás kitörési pontokat, és igyekszünk is azokat megmutatni. Ezt a mostanit filmes látogatással, vagy anélkül is érdemes kipróbálni. Bringára fel, jó egészséget mindenkinek!